Az Egyesült Államokban ezen a konferencián, találkozón az is elhangzott, hogy Magyarország nem tartja meg a párizsi békeszerződés hazánkra vonatkozó előírásait, és komoly gondnak látják, hogy Magyarországon nincsen törvény a gyűlöletbeszéd ellen sem. Hanti Vilmos a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm. Hát ahogy olvastam az MTI közleményt arról, hogy mi történt ezen a tárgyáson, hogy miről volt szó, olyan túl jó véleménnyel nincsenek rólunk. Hát sajnos nagy szemekkel figyelik, hogy mi is történik Európában. Én tárgyaltam két meghatározó szervezet képviselőjével is bizony. Szinte naprakész adatokat tudnak rólunk, és ezek a tendenciák nem jó irányba mennek, és ezt nyilván ők is látják és szóvá tették. Azt is látják, hogy Európában sok helyütt érzékelhetők ezek a tendenciák. Mondtak valamit, vagy szó volt arról, hogy mi beleillünk ebbe a sorba, hogy Európa több országában érezhető a szélre, a szélső jobb irányába való sodródás, tehát semmivel se vagyunk másabbak, vagy nálunk speciális a helyzet. Volt valami erről szó? Hát végül is nyilván van egy olyan tendencia, ami jellemző Európára, a Szovjetunió utódállamaira, a környező országokra, Közép-Európára, de mégis, mint magyar, nagyon nehezen viseltem, mert ugye Magyarországról talán lehet, hogy én voltam érzékenyebb, de lényegesen rosszabb képet festettek le, és hát nyilván az, amit mi is itt tapasztalunk nap mint nap, ugye a sajtószabadság kérdése, az emberi jogok kérdése, épp ugye olvashattuk a mai lapokban is, hogy például a gyűlölet beszéd kérdésében milyen kevés elmarasztaló ítélet születik Magyarországon, akár például egy skandináv államokhoz képest, ami viszont számunkra álom, és mégis ott sokkal több az ilyen elítélő ítélet. Tehát ezeket lehetne sorolni. Hát mert talán alacsonyabb a inger küszöb, tehát hogy pontosan, lehet, hogy bármely skandináv országban sokkal kisebb beszólásért, kinyilatkozásért. És mi is azt mondjuk, hogy már csirájába kell ezeket folytani, tehát nem szabad engedni, hogy ez kiteljesedjék, mert akkor már sokkal nehezebb kezelni, és hát sajnos akkor oda juthatunk, aminek már voltunk tanulni a történelem során. Hát ezt azt nem szeretném még emlegetni sem, ugye felemlegetés szintjén sem. Horthy szobrok, újratemetés, alaptanterv, ilyen részletekig is. Így van, hát nem tudok jól szólt mondani, hogy ez is egy értékrend, ugye, amit itt képvisel, de számunkra ez egy hamis értékrend, amit nem kell követni, de ez egy olyan tendencia, egy olyan folyamat, az egész Horthy kép, ami sajnos a mai magyar kormánynak is egy eszményköre. Ugye erre is tudunk nagyon sok példát mondani, akár formálisan is, ugye, amit a parlament körüli térrel akarnak ugye csinálni, hogy a második világháborút megelőző állapotba sorolni, és lehetne sorolni az ilyen úgymond kéménybe írható tetteket, de nyilván ez valahol a tudatokra is hat, tehát az emberi tudatokra, és nyilván az a veszélyesebb. Ez a forma, ez csak ennek a leképezése. Emögött politikai érdekek állnak, hogy látja? Tehát mi, biztos, hogy ezekre az eszmékre, és sajnos ezt látjuk, és mindig is láttuk a történelemben, hogy az ilyen ordas eszmékre, vagy az ordas eszmék felelevenítésére is van befogadó közeg, nem csak nálunk, máshol is. Nagy baj, de ez szerintem amíg a világ, így is marad. De hogy szándékosan, tehát nem hogy visszafogni, hanem akár még motiválni is, hiszen fideszes polgármester, ezt sokszor elmondtuk, hogy polgármester és hivatal által támogatott bál bevételéből Horthy szobrot állítanak, tehát hogy ennek mi a politikai hozadéka? Hát ez nagyon röviden, hogy a hatalom megragadása és megtartásának az igénye. Az ember az nagyon gyarló sokszor, és ugye alantas gondolatai lehetnek, és ha erre brazíroz egy kormány, és erre próbál az ember rájátszani, akkor nyilván nagyon sok követőre találhat, és mi ezt ítéljük el, hogy ezt nem szabad követni. Lényegesen humánusabb értékek léteznek, és erre kellene, hogy az embert nevelni, hogy jobb legyen a világ. Hát igen, ez jól hangzik, de nem gondolja az, hogy a politikai érdek az egy nagyon-nagyon,
hát lápos talaj ez esetben, hiszen én azt gondolom, de lehet, hogy én vagyok a naív, remélem, hogy nem, sokkal, de sokkal több embert taszít, és taszítanak az ilyen megemlékezések, szoborállítások, hamvak hurcolása, és nem tudom, micsodája, mint ahányan erre sajnos befogadók. Most ott tartottunk, hogy inger küszöb, önnek kiváló az inger küszöbbe, ami nagyon alacsony, és ilyeneket észrevesz, ezért tud ilyen kiváló műsort tartani, de ugye nagyon sokszor megszokjuk ezeket a dolgokat, és akkor bizony már nem annyira taszít bennünket, hogyha állandóan a fejünket tömik ilyen szövegekkel, ugye régen azt mondtuk, hogy propagandával, akkor ugye ez valahogy elveszti a jelentőségét, és egyre inkább befogadóbbá válunk, és ez a veszélyes. Ezért kell odafigyelni minden civil szervezetnek, mindenkinek, aki ebben érintett, és ugye amit én mindig mondok, hogy épp ezért össze kell fogni ezeknek a szervezeteknek, hogy közösen talán sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, mert azt látjuk, hogy más is ugyanazt akarja, és akkor itt a eredményesebbek lehetünk. Hát, bár fejeket meggyógyítani azért az nagyon nehéz, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Mindjárt folytatjuk a reklám után. A szocialisták a Nemzeti Összetartozás napja megemlékezésen sem vettek részt, pont emiatt, amiről az imént beszélgettünk Hanti Vilmossal, a Horthy restaurációról beszéltek, Mesterházy Attila lesz a vendégem, aztán, hogy egyáltalán mi történik ebben az országban, Horthystól, Nyírőstől, Szabó Dezsőn át Vasalbertig, azt már Ungvári Tamással fogom megbeszélni, maradjanak velünk.